feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntek titeket, testvéreim. Amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a gyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a gyermeket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól mindörökké. Ámen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Szeretett testvéreim, gyermeketek keresztelési igéje a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 20. verséből így hangzik: annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Ámen. Szeretett testvéreim, évtizedekkel ezelőtt történt, amikor nagy nehezen és hosszú idő után át lehetett lépni a nyugati határt, és ellátogathattunk egy határmenti kis burgenlandi falu lelkészlakásába, parókiájára, Rohoncon. Az első kérésünk az volt, hogy a lelkész mutassa meg nekünk a gyülekezet régi anyakönyveit, a 20. század elején használtakat, mert abban szerettük volna nagyapánk, az akkori, ottani lelkész bejegyzéseit látni, és főként édesanyánk keresztelési bejegyzését. És nagy volt a szomorúságunk, sőt, talán nem túlzásra azt mondom, bizonyos értelemben a kétségbeesésünk is, amikor az volt a válasz, hogy sajnos ő ezt nem tudja megtenni. Nem azért, mert nem akarná, hanem azért, mert a két világháború között egy tűzvészben elpusztult a lelkészlak, a hivatal és minden hivatalos dokumentum. A gyermek szívben könnyen megfogalmazódik a kérdés: akkor a keresztségnek nincs hatása? Akkor ez egy kitörölhető, elfelejthető esemény? Pár pillanat? És tudjuk, hogy nem így van. És nekem később nagy vigasztalás jelentett Jézus Urunk előbbi szava. Hiszen a keresztségben persze fontos az egyházmegye, a dokumentum, hogy belejegyezve minden szent cselekmény az egyházban ökönyve. Az igazi esemény nem itt a Liczenmájer utcában vagy a Petőfi téren történik, hanem Isten trónusánál. Mert Jézus Krisztus ígérete szerint feljegyeztetik a mennyei anyakönyve ennek a kicsi gyermeknek, Kingának is a minden. És tudjuk jól, nem elfakuló tintával, nem színét vesztő festékkel, hanem örökké sugárzó, bíborvörös a bejegyzés. Jézus Krisztus értünk ontott vére, a szavatolója, hogy örök érvényű pusztuljon bár a hivatal, vesszenek a dokumentumok, de Isten szín előtt ez örök érvényű anyánk. Ez a kincs most a tiétek, és ezért a gyermeké.
mert nekünk ugyan egy kedves gesztus. A gyülekezetnek ünnepi óra. Istennek azonban halálos szeretetében megalapított és nekünk ajándékozott kegyelmet és üdvösséget ígérő adomány. Így tanítsátok majd őt. Így nevelkessétek. Erre emlékeztessétek. És ha majd a keresztelési évfordulókon meggyújtjátok a keresztelési gyertyát, a gyertyákat, azt, amit tőlem, de azt is majd, amit a nagyszülőktől kaptatok, akkor tudni fogjátok, hogy az a fény, ami a keresztelési gyertyán felvillan, csak halvány vízfénye annak, az örömnek, amely Isten angyalai között uralkodik, amikor bejegyeztetik egy nép a mennyei anyakönyvbe. Isten adjon nektek lelkének erejében békességet és reménységet, hogy az ő akarata és jó tetszése szerint tudjátok szülőként, keresztszülőként, nagyszülőként ezt a gyermeket nevelni. És Isten ébreszen felelősséget a gyülekezet tagjainak a szívében, hogy hordozzák imádságban a családot, ezt az új kis testvérünket, a győri gyülekezet legifjabb tagját, és Isten örököseinek sorában ezen az órán egyik utolsó látszenet, hogy rajta keresztül és az ő életében is valóra váljék a csoda, és kivirágozzék szívünkben az öröm, fel vagyunk jegyezve Isten szeretetének anyakönyvében. Ez az öröm kísérjen benneteket most életetek minden napján, hogy majd kiteljesedjék és beteljesedjék, amikor felnyithatik az a könyv, és felsoroltatik belőle minden megmentett, üdvözült lélek neve. Az Úr áldása kísérjen benneteket, kicsinyetekkel együtt, egyházunk közösségében. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árasz reá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, magatok és a gyermek nevében. Mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. A gyülekezet foglalja helyet. Kedves testvéreim, Isten színe előtt és a gyülekezet jelenlétében feleljetek a következő kérdéseimre. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön,
ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztény növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve? Kinga, megkeresztellek téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged az örök életre. Testvérem Kinga, az Úr legyen veled, békesség néked. Ámen. Jézus Krisztus a világ világossága, járjon ez a gyermek Isten szeretetének világosságában. Testvérem az Úrban, kegyelmes Isten megsegített téged, drága kis gyermeket ajándékozott neked. Őt a Szent Keresztségben gyermekévé fogadta, neked pedig erőt adott arra, hogy megjelenj szent hajlékában, és hálát adj megtartó nyilvánláért. Áld és magasztald az Úristen kimondhatatlan jóságáért, és tőle kérd erőt, bölcsességet és hitet, édesetem hivatásod hűséges betöltésére. Zsoltárral teszünk bizonyságot Isten jóságának. Jöjjetek, örvendezünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk ősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, s az anya még gyümölcse jutalma. Boldog az, aki féli az Urat, és aki az ő útjain jár. Bizony, élvezett kezeid munkáját, boldog leszel, és jól lészen dolgod. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklára. Most pedig térdelj az Úr oltárához, és fogadd Isten áldását. Testvérem, az Úr áldjon meg, és őrizze meg téged gyermekeddel együtt. Őrizze meg bejöveteleteket és kimeneteleteket most és mindörökké. Adja néktek szent lelkét, hogy az ő gyermekeikét éljetek, és egykor elnyerjétek az örök élet koronáját, ami Úrunk Jézus Krisztus. Menjetek el békességgel. Ámen. Isten tisztelet az ige hirdetési énekkel szokott lenni.